Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és újra elérkezett a parapéntek kiskutyával. Biztos élvezi ezt. Szóval, igen, felkészkedett itt az ölembe, amit mind nagyon jól tudjátok, hogyha én elkezdek játszani. Akkor, és sorry a fejemért, mert itthon vagyok, szabad napon, mint ez kiderült. És nem igazán éreztem tegnap jól magam, sőt, kifejezetten mondhatnám azt, hogy pocsékul voltam. Nem kicsit, nagyon. Ugye most egy reggeli kávém után úgy érzem, hogy talán tudok videózni nektek egy olyan 2 órát mondjuk. 2-3 órát még be tudok fektetni az energiából, majd a kávé hatása, aztán megint úgy érzem, hogy ki kell feküdnöm. Vége. Ennyi lesz a mai nap. Szóval, míg ez tart, addig nektek fogok videókat készíteni. Úgyhogy először is kezdeném a konariummal, mert ez nagyon-nagyon fontos. Indítsuk be ezt a csodás játékot, és mondom el, tényleg... Szóval tényleg 1000 millió sorry, a kutya úgyis el fog távozni innen. Ezt ugye megszokhattuk, mert mindig fosós. Én elkezdek játszani, akkor fosik őket. Egyrészt. Másrészt pedig... egy vadállat vagyok elvég közben. Úristen! Ez hangos. Oké. És mivel jó, egy kiskutyát megöljük. Jó. Ne harapjál, amit ez a kezed, ami enni ad! Ezt a kezed! Ami... Na. Tehát... Szóval... Ja igen, végre kitaláltam ezt a jelet. Igen. Ez eddig is ilyen szép volt ez a játék, vagy most csak jobban látok? This obelisk is dead. Ez az obeliszk halott. Na, ajánlod, ez tök jó. Kiskutya! Mit csinálsz? Jaj, csak nyalja a kezemet, semmi probléma. Ha már megfésülködhettem volna, de természetesen nem fésülködtem meg, mert... mert hozzászoktatok ez a fejhez, amiket én tudok én nektek itt produkálni a különböző videók alatt. Te meg mit csinálsz? Ne nyald! A takarót. Megcsapkodtam! Na. Nem. Igazából, de nagyon-nagyon ott tartok, hogy kiskutya bántalmazások lesznek. Azt jöhet itt a peta! Most mit csinálsz? Ja, van, átment a túl. Már... ne nyol... Na, már szökik. Most le akarsz menni? Vagy mit szeretnél? Mit akarsz? Szeretlek. Tehát... és mi nem is kattingatok, szóval így... mindenhol az a növény van. Ez azért lesz szopó, mert... amúgy a játék, meg kell mondanom, nagyon szép. Tehát én úgy érzem, hogy... eddig is ilyen szép volt a játék? Vagy csak én látom most így? Nem szok. Mondjad. Akkor menjél. Szeretlek, de most mi van? Szeretlek. Ne csóváld a farkat. Menj a kó. Isten hírével. Csak. Na szóval. Eddig is ilyen szép a játék, vagy csak... halucináltam, hogy nem volt szép? Vagy eddig is ilyen ennyire szép? De mik ezek a hangok? Itt a fülembe. Egy pillanatot kérek. Most kiskutya, most mi van? Hagyja a nyelvet, hogy játszod! Köszönöm. Tehát, víz!
Ha menekülnöm kell ilyen izék elől, hát én megőrülök. Na jó. This stonework seems weak. Hát pont erre gondoltam. Csapodj! Szétcsapunk. Szétidok mindent. Na? Minden. Eltűnik? Ez is eltűnik. Most már igen. Menci. Rábukkantam egy titokra, hát az csoda. De... Ezek se igazi... Ezek se... Ezek a... Egy gyönyörűen kidolgozott díszes fémmaszk, melyre hüllőszerű arcot faragta, korábbi használt célja semmi nem jelz. Oké. Fekszek ide, ez meg van oldva. Fú. Most én lépkedik ilyen hülyén? Nem lehet lemenni a vízbe? Hát ez... Nem. Akkor ez mind eldőlt. Ki? Mik ezek a hangok? Na most már megint jobbra vagy balra van, de mi szerint... Ez ilyen temetési maszk. Vagy mi a nyereg? Aha. Aha. Jó van. Itt lesznek bajok, Houston. Azt se tudom, hova megyek. Ó, babám. De szép vagy te. Jaj! Csillant a fény. De szép macska vagy, Sanyi! Na jó van, meg. Megint jobbra vagy... Nem hiszem el már. Mennyi jobbra vagy balra hely? Akkor nekem azt kéne csinálni. Már ha megengedi nekem itt ez a uraságok. Hogy? Erre lemegyek. Baszki. This obelisk is dead. Nem mondod. Aha, elmentem arra, meg arra föl. És arra ugyanúgy... az vezetett ide. És ez van ugyanúgy ott a másik oldal, csak... Oké. Okay. És mi van, hogyha a növényen nem lehet ezt feltölteni? Nem, persze, hogy nem. Akkor... Jó. Akkor... Erre kell menni.
Van itt egy csomó obeliszk. Sejtem, hogy itt kell majd csinálni valamit. Esik a hav. Esik a hav. Negyáratot megnézek, mert én nem akarok semmit csak kihagyni. Ugye? Sose lehet tudni, hogy hol van egy titkos valami. Titkos cuccik. Okay. Úgy látom, hogy lényegtelen volt ebből a szempontból. Aha. Na, megint kezdek bezizegni, jól van. Yes. It is depicted here. Our gateway out of this world. These reliefs clearly portray ancient Cornarium. The thing I have been searching for my whole life. As much as I can understand, that one depicts a seemingly dead city as an ever-living organism with lots of mummified bodies connected to the device. Incredible. And the other one depicts an ancient Cornarium which is connected to another one, most probably outside of this planet or maybe out of this dimension. My. This is just marvelous. A csillagkapu. Na jó, van. Egy-két hópihe, hogy tud leszabadulni. Ne idegesíts, cséfő! Mi bajod van? I can't bear the pain anymore. Van nálam velem csapító, kérsz? Ha kérsz, meg miért kérsz? Mert amúgy vettem a gyógyszertárba. Nem is keveset. Migréned van? Azon is tudok segíteni. Oké. Okay. Oké. Okay. No problem. Itt egy ülőke. Csodálatos. Vízecske. Átmentünk a vízecskén.
Na jó van, takarodj el anyádba! Te mi a te? Jaj! Most meghaltam. Ilyenkor most futni kellett volna? Én közelebb mentem. Ha nehogy már megmondja, hogy mit kell csinálni. Most mi van? Itt lettem rosszul. Oké, itt amit futni kell! Basszus! Nem. Adjál békét, vagy mit kell csinálni? Nem tudom! Jó vagyok, de ezek a hangok megőrítenek, te Jézus Úristen! Na jó van, várjál! Fuss! Baszki! Ne fuss! Akkor mi van? Hol a baltám? Megijedtem! Nagyon hangos. De jó Isten! Lejjebb vettem, mert beüvölt az arcomat. Anyádat! Most mi van? Leköptem a képernyőt. Most mi van? Letakarítom a képernyőt. Jó. Okay. Nem tudom, nincsen jobb ötletem. Konkrétan. Valamit csinálni kell. De mit? Feltöltöm ezt a ezt a szart. Nem tudom, hogy ezt kell-e valami, de... Hogy előkapom a ízét, a baltámat nem lehet, hogy kifantani? Kérdezem, ilyen laikusként kérdezem, hogy amúgy a balta tök sok mindent megold. Nem mondanám, hogy ezért problémázok. Csak azért, hogy itt kezdve. Nem. Mert nálunk falun azért nem azért, de azért ha valakinek baltája van, azért azzal nem kekezkedsz. Tehát, hogy én oda mennék, bebaltáznám. Az csók. Na most ez most mit szeretne? Ez a nyomorék. Mert hogy nem is lehet elővenni a baltát. Most akkor ilyenkor most mi van? Ezt látom, hogy futni kell. Mert futok. Rajtam az nem újjék. De úgy befutok ide valahova. Ide föl. Ja Istenem, mi volt szóval? Itt a fény! A fénybe csak nem bántana. Hát de jön! Fúba! Hol van a balta? Add ide azt a baltát! De ezek ilyenkor nem veszi fel a baltát, mert minek? Jó van, gyere! Gyere te nyomorék, gyere! Te! Ah! Mennyi van? Jaj! Hát halljál már meg! Dilo! Na mennyi van? Kettő. Ki kell őket cselezni, vagy nem tudom. Ki cselezem én, azon nem újjék. De hol a balta? Bezzeg ilyenkor a baltát nem veszi elő. Mert minek? Támadják ilyen
szutykok, érted? Ilyen 500 ezer éves tepsi szökevény, és akkor nincs voltam. Hát... Baszki, hát tuss! Na, hogy bekállj, tesó? Baszki, menj már! Menj már! Menj be a sötétségbe! Vagy mi van? All these must be the products of my disordered imagination and nothing more. Mi van? Oké. Hát ez hülye. Mi van? Hallod, berángott a szemem. Berángott a szemem. Úristen, de berágon, berágott a szem. Most mit csinálok? Most miért megyek vissza? Hiszem egy kicsit sztrókot kaptam. Na, jó van, az egyikben biztos van hamu pipőke is. Az üvegkoporsóban. Hamu pipő! Hol a cipelő? Basz meg, neki. Hát csak egy szobor, jó van. Azt még ég a tűz, azt, nem, nem, most vannak így gyertyák. Nem azért a 2 forintért, de... De... Ezeket valaki most gyújtotta meg. Mert azért, ha több ezer éve ég, nekem is kéne egy ilyen gyertya. Tehát, hogy... A farka. Mi az? Isten! Mi? Trófeatárgy, hát ez csodálatos. Ja, várja. F-fel van lightol. Mindig elfeltem, hogy F-fel tudok ilyen lightolózni. Ezt kinek vágták le a fa? Menj el, menj. Ja, csak ki lehet itt kerülni. Hát... Azért én jó, én ezt megtartom magamnak, mert... Megint bezizeg, jó? I don't know if anybody reads this. Úristen, mi van? If there is anyone still alive out there. I've lost everybody who was on my search party. I am alone and afraid. Even from the out-of-place echoes of my own footsteps that are reverberating along these halls of ages-long silence. It is hard to tell if I am alive anymore. Those visions, sounds, the devilish scenes described in the reliefs I come across every now and then. We were not meant to be here. Dr. Faust! Dr. Faust, are you there? Answer me, please! Hmm.
Dr. Faustnak elmentek otthonról. Ó. Na, aggódjuk egyébként nekünk is, tehát... Amúgy, de tényleg, de... Mi? Ja. Amúgy egyébként nem értem, mert... De most komolyan, tehát van egy nagyon-nagyon fasz a kis baltánk. Itt van... Konkrétan a kezünkbe. Mi a... Fuck? És... Aj... Jaj, már megint zizgelődik az a... Na jó... De megint baj lesz, gyerekek. Kezdődik a fasság! Mennyi? Tovább! Azt... Halljál meg! Azt a micsoda migrén! Álljunk meg egy picit! Mi bajod van? Menjünk vissza. Én ezeket a hangokat nem szeretem. Csak szólok. Ezekkel a hangokkal bajom van. Na, erre a játék sem számított, hogy visszafordulok, mi? De visszafordulok. A csávónak baja van, engem nem érdekel. Bevesszük az Advilt. Baszkibi az Isten! Ja, hogy az egy harangú. Jó van, akkor... A stresszt! Na, tovább kell volna menni. Hagyd már ebbe ezt az izgelődést, megőrülök. Na most kiakasztottam a játékot, és jó. Nem! Itt egy másik animációnak kell majd lennie. Szerintem. Hát erre is bezizgelődik, ez nem tudom, ezek a csávodok, ami valami extrém izéje van. Baszkét, butha van. Jó, jaj! Itt a szélcsengő, szép vagyok. Szerintem itt lakik a Mikulás. Baszd meg. Ez esküszöm, elviszi a szívgörcs. Egyszer, de engem is. És akkor most mi van? Aha. Egy díszes állazati tör, nagyon fasza, teljesen ép, és még mindig értetlenül éles. Még meg annyi az év lepusztultság után, és a gondosnak edozott faragványok különös fémes hüllőkre utalnak. Szép! Trófea tört, hát ez csodálatos. Nagyon szép vagy. Akkor, mint kiderült, nem itt van a Mikulás. Pedig a kis harangok azt jelzik, hogy jön a kis szélcsengő, szélcsengő. Itt a szélcsengő. De! Nem itt van. Úgyhogy elmegyünk az idióta hangok irányába.
Nagyon jó. Basz! Hogy parancsolsz? Ma megint mi baj van? Hagyj már békén! Ah, ott valaki áll ott a végébe. De most... Fejdegesítesz, basznak. Fejdegesítesz! I believe no more can we harbor ourselves on the safest shores, for there are things that cannot be undone. Jó van akkor. Doktor, valaki? Nem lesz arca, olyan, ami lesz vele, hallod? Mi van? Sötétség van, azt mind látom. Vagy valami. Most mi van? Ja? Semmi. Most... semmi. Mi van? Na, mi van? Most miért vagyok megint egy házban? Ezt a házakat én nagyon nem csípem. Was that a sheer delusion? Na. Na. Ez nekem most nagyon nem tetszik. Basszus. Ó, Istenem. Jó. We need to be cautious, not to let anyone else see this grand collection. It could be extremely dangerous for both of us. Move on. Deliberately preserved heads from Mesopotamian marshlands. Such cultivated minds kept in permanence by getting dried under the scorching sun with methods now lost to us. As well as the sun, they were believed to be symbols of knowledge. A stuffed subadult Nile crocodile, one of the oldest creatures still living on the face of the earth. A medicine man mask from Northwest Africa. A sacrifice ritual mask from Middle Africa. Így nem tudom mire vélni. Oké. Okay. Utálom a színházakat. Utálom! Gyűlöllek! Aj, de gyűlöl... Gyűlöllek téged is! Mindenki gyűlölök!
Miért? Looks like a preparation for a long trip. Locked. Nem mondod. This relic is from Madagascar. I have two versions, but this one is extremely rare. It is called Hanaldi. Nobody knows exactly what it means, but from its symbolic depiction of a dark sphere inside a light one, it is thought that it could mean the underworld. This is exactly the same room I've been in one of my visions. Persze, így van, szakadjon az eső. Természetesen. 49. Október. Oké. 1613. A native drum from the Asmat people of New Guinea. Their creation myth says Fumeripits made the first carvings of men and women. By beating on this drum, Fumeripits caused the figures to dance, bringing them to life. According to legend, this very djembe belonged to a learned drummer from Senegal, who can speak with the dead by rhythmically beating it. Tök jó. Pingvin! Pingvin! Trófeltárgy, wow. Ez a kép, ez... Megint kezdődnek az ilyen dolgok. Ah. Öreg barátom, abból, amit elmondtál nekem a Kanarion magosztott természeti tapasztalatáról, arra gondoltam a nekromantikus adatgyűjtést választom. És vagyok benne, hogy emlékezni fogsz arra, amit meséltem neked, miért nem boblanak le bizonyos holttestek, hanem ezer évekig pihennek jól lakott a sírjukban. Azt hiszem, egy bizonyos ismerős segítség el tudlak látni egyféle, mint a példányokkal, ez minket az emberre most lentről várom. Értem. Csodálatos fasza barátaim vannak amúgy. De tök jó kép. Ez a nincsen semmi. Csak úgy lehet forgatni a szasz. Tudom, milyen videók vannak. Aha. Ja. Most menjek le, vagy menjek a más... Nem tudom. Ops. Ez a kép, az megőrít. Minden játékban benne van. Fosok attól a képtől. Tök jó.
Erre a, ez, ez a kép. Valaki annó a, nem tudom pontosan már ki, de nagyon tetszett a kép. A cosplayemet a Demon Hunter-t ennek a hátterére, tehát ezt tette be háttérnek. De szép. A cryptic mask with an untraced origin. Elusive mask from the submerged parts of Kerguelen Islands. Mask of an all-powerful moon goddess esteemed by an eastern island tribe, now lost in time. It is from the private collection of the late famous hermit Klaas van Herdeth. Don't ask me how I get it. I have my ways. Értem. Olyan bizgegy van a kezünkön amúgy. Ettől a képtől egyszerűen kikészülök. Fú, Istenem, mi? De ez ilyen vámpíros, meg ilyen izékben is benne van. Nem tudom. Mi? It sounded like the floor is hollow back there. Ezt én is hallottam, de most még várj egy kicsit. A serpentine ritual mask from India, which is said to have hypnotic effects on the one who deeply gazes into its eyes. Woodland Lizard Spirit Mask. Nagyon csodálatos, köszönöm szépen. Jézusom! Tiszteled! Ipsz! Értem. Arról szól, hogy az ősi konárium helyeiről azonban... Zsonokokban festmények és influencia létoznak. Tartom az városok helyét. Szóval is... Jó. Mi a... Mi a... What? Looks like something's missing here. Ott lesz alatta, tudom, de... És gondolom. Sőt, biztos ők benne 100 000 milliárdbe. Heee? Utálom ez... Ezt is utálom! Ugyanaz! Ott a ló! Ott a Damon ló fitje! És mindig ez a nőn ül. Nem bír magával. Need a phonograph cylinder. Lemegyünk egyébként még a földszintre. Ugye az alaksorba vagy mi a... Ezek, engem a hangok, ezek levisztek az életről. Istenem. Hát beráng a szemem! I need something that can fit. I need to figure out what is needed. Hála Istennek! Majd csak később kell menni a pincébe. Ez... Ezt nem lehet kinyitni, de... This is called the Mask of the Beholder. Skulls from New Guinea that are believed to be housing protective spirits. Csodálatos. Na jó, van, felszedjük a padlót.
stuck. Mi az, hogy beragadt? It's stuck. Most tényleg? Anyád is beragadott volna valahova. Looks like something's missing here. Nincsen semmi. Papíron kívül. Jó, akkor valahol a gyerekekre elfelejtettem felvenni valamit. What? Looks like a preparation for a long trip. You will wanna... Houston! What? Miért van ilyen vámpíros izéket? Locked. Nem mondod. Locked. Okay. Valahol biztos nem vettem föl valamit. Földön, vagy... Kiveszem ezt a krokodilt. Ezt akkor... vagy nem veszem ki. Esküszöm, nem látom. Csilla zene van. Hát ez mindenki szereti. Na de. Megkötelek. Jó. Oké. I need a phonograph cylinder. Nálam egy zseblába van. It's stuck. Most... Zseblámpa? És akkor ennyi? Trófeltárgy, akkor nem lehetne kiszedni, vagy valami? Nem. It's stuck. Nem fog beszakadni, hogy rajta járkálok. Nem. Jó, akkor... Ott egy toll, vett fel a tollat, ezt nyisd ki, az... Looks like something's missing here. Hát igen, ami ott van alatta, de azt hogy szedett ki? Megőrült. Megőrült. Nem lehetne akkor, akkor... Ezek a hangok megőrült. Ez. Ahogy kezdődik ez a zene, de tömegőrülök. I need a phonograph cylinder. Egy fonográf hengerre? Hát az honnan szerezzek neked fonográf hengerre? Mi?
Ja, csak az ajtó. Valami, de mit nem láttam? Most mit nem vettem észre? Nem tudom. Esküszöm, már mindent átnéztem. Hát már nem lehet mit átnézni. De ha megtalálom, te! Anyámat kéne ide hívni. Ott van, nem látod? Nem! Azt nézem majd, mint halad vizébe, így a szatyorba, így majd lesem, így. Azt ott van a szemed előtt, majd kiveri. Azt mi, hol? Esküszöm, nem látom. Ez bejönne, anyám, nézd, ott van. És így nézni, hogy... Aha, ehe. Ez hogy? Ott se volt eddig. Ezt tetted oda. Ezt nem lehetne kinyitni, vagy nem tudom. És miért nem, hogy valaki hosszú útra megy? Hát most... What? Berángott a szemem. Esküszöm, rángatózik a jobb szemem, olyan ideges állapotba kerültem, hallod már? Stroke-om is lesz. Hála Istennek, ez kell a földszintre. Ez ami hengerbigyó. Van még ott valami? Ennyi? Jó van. When using Cornarium, we are able to be seen as well as to see. For some time, I was detecting a conscious something, previously unseen by my rudimentary vestiges. Only lately, it becomes clear to me. Now it comes into every session and seems to materialize more and more each time. I won't attempt describing it, but only would say that it's not benevolent. Uh-huh. From what I can get from its glowing semblance, which I believe is used as a way of communication, it can sense you, only if you spend a considerable time within the sessions. I've read about it in the cursed Necronomicon and some elusive records compiled from deep-rooted Bedouin oral literature. Thus learned, that it tries reaching the corporeal vessel to dominate and execute the wanderers of the beyond, such as ourselves. But again, against all warnings, I was a fool to believe that I can stop it with just simple signs and incantations. As a resort, we ended up lighting up the place with myriads of candles as well as electrical lamps, but still shiver with fear. With every noise our rundown enclave is causing, isolated from ancient darkness of the night. Értem. Looks like something's missing here. Igen, ez kell a pincéből. Menj a pulzusom. Meg sem meri mérni már, hallod? Hol a pulzusom? Én most úgy beszartam, de most... Mérd a pulzusomat, miért egy ideg állapotban vagyok, mert... Most tök jó. Most lenyugtattam magam. Na. 5 percem ért, akkor 91 volt. A pulzusom. Most már lenyugtattam. Majdnem beszartam. Ettől a koppanástól, ez nem tudok elhinni, hogy nálam ez milyen mocsok hangos. Tehát, hogy konkrétan
olyan szinten, hogy a szív megáll. Komolyan. Mi van? Mi van? Parancsolsz! Jó van. Sokkot kapok. Sokkot kapok! Csávónak konkrétan a saját lépteitől itt kapok szívinfarktus görcsöt. Esküszöm! Tíz óra, tíz perc. Ez csodálatos. Mi? Mi? Eltűnt róla a naptár! De nem. Csak sötét volt. Nem csak sötét volt! Fura jeleket kéne keresni. Ha nagyon jó vagyok, ja nem, várjál. Na most akkor azt tud, honnan az anyámból vágjam le, hogy milyen jeleket kell megnyomni? Szív leszakad. Szív leszakad! Van itt egy fa, meg egy valami. Közelebb kerültem a teljes korlátra. Láncának leverítéséhez. Kedves barátom. Értem. Ezeken nincsenek jelek? Pedig nagyon... Locked. Tudom, hogy zárva, de attól meg kellett kukkolnom. Jó, most akkor ilyen... gyereket kéne keresni valahogy. It's locked. Esetleg ami elkerült a figyelmet. Nagyon szépek vagytok, és van olyan ember, aki ilyen neked tárul otthon, hogy... Kérsz egy teát? Persze, köszönj, hogy meghívtál, és így... Bejön a vendég, és így... Ez mi? Ez mi? Ez mi a faszom? És csak úgy... csak a barátom Harry. Tíz óra tíz, mondom.
amúgy meg... És akkor mondja, hogy persze nyugodt, semmi gond, nyugodtan aludj jól, meg ilyeneket, és akkor így... Szerintek az embernek se lennék a felesége, hagyjál már. Szívem, leporoltad már a fejeket? Jaj, ezeket elfelejtettem, bocs. De beteszem őket a mosógébe, így... Kérdettem őket szállítani. De ne túlságosan, mert összemennek. És akkor meg... Jó van. Nem tudom. Nem tudom. Nagyon keresem, pedig láthatjátok. Lehet, hogy itt nem vettem észre valamit. Nem tudom, már én már minden megnézek. Szedni semmit. Bazd meg, de megijedtem. Hogy... Mi? Ja. Jó, hát... Ez a tapéta csodás. Aztán tudsz valamit itt kihagytam, valami. Ezeken sincs semmi. Ez fura. Nem. Akkor... Most mi van? Úgy eltaláltam, random! Hát én mondom... Mi? Figyeljetek, az csak úgy mondom, hogy... Na mondom, jó! Lényed azt mondja egy... Mert úgyis este van egy... Izé, egy ilyen teljeli hold, vagy mi az Isten, egy ilyen hold, meg nap. Azt kész. Ez csak úgy jött? Nem tudom. Hogy parancsolsz? We need a phonograph cylinder. Persze, persze, hogy lesz szükség? Az anyádra van szükséged, az. Most menjek le a fonog... Basz meg, megijedtem. De szép! Macska vagy. Fa maszk, miért egyetemen fejlábú lényt emlőzol, már látványától is kire az a hideg, hát nem mondod. Nem benne semmi. Jóban. Festő lófi... Ah, nagyon jó. Ah, ez kell, igen. In archaic myths, lurking in shunned and forbidden volumes, I've been able to trace some parts, speaking about a device of non-terrestrial origin that is capable of much more than I could ever imagine. Ancient cornariums, I will call them. Machines which are said to have been built long before mankind ever tread on this planet. The very source of the design I've used to make my own version of the machine. Okay. Jó, hát... Igen, biztos le kell menni oda, ezt viszont a következő részre fogom tartogatni, mert kiráz az Atya Úristen is. Úgyhogy... Igazából én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és remélem tetszett nektek ez a rész. Hát itt volt agyinfarktus és szívizomgörcs bőven.
Úgyhogy, következik a vége. Jó, ezt nem ezt akartam mondani, hanem következő héten találkozunk, ezt akartam mondani, de miért is te ezt mondtam? Mindegy. Na, szóval remélem, hogy akkor tényleg tetszett ez a rész, nekem igazából tetszett, mert azt kell mondanom, hogy az egész, tehát elég para, azaz meg kell hagyni, elég is nagyon para volt, viszont menekülni kellett, amit igazából nem nagyon szeretek, sőt, gyűlölök egyébként, ha menekülni kell, mert ott az adrenalin szétcseszi a szívízom görcsömet, na mindegy. Na de azért ez ilyen kis picik azért néha beleférnek. Szóval, ha még egyébként úgy vagy a csatornán, és nem vagy feliratkozva, és csak úgy átálltál erre a videóra, és viszont tetszett, akkor ne felejtsen nyomni egy like gombot, illetve akkor egy feliratkozást, hogyha még szeretnél bármilyen más esetleg tartalmat nézni tőlem, illetve ha már fel vagy iratkozva, vagy esetleg most iratkozol föl, de még nincs megnyomva a kis csengőgomb, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy benyomd a csengőgombot, hiszen csak akkor küld neked a YouTube értesítést arról, ha bármit felteszek egyébként a csatornára. Másrészt pedig, hogyha mondjuk valami ezzel is gond lenne, vagy szeretnél egyébként csak úgy beszélgetni, vagy barátokat találni, vagy csak a játékhoz társakat, akkor lent a link, van egy leírás, ott találsz egy Discord szervet, egyébként ott a srácok fent szoktak lenni, nyugodt egyébként, tudsz ott egyébként barátkozni, stb. Csetelni. Illetve a Discord mindig küld neked értesítést arról, hogy bármit feltöltök erre a csatornára, úgyhogy érdemes egyébként oda is csatlakozni, ha gondolod. Egyébként, vagy csak úgy, ha vannak haverok, és nem találsz Discord szervet, akkor nyugodtan csatlakozz csak, és akkor játszatok. Vannak különböző szobák, lehet lemenni játszani. És nagyon fontos, van egy nagyon kis aranyos szabályzat, azt érdemes betartani. Igazából csak annyi, hogy tiszteljük egymást, és ne beszéljünk csúnyán, csak nagyjából amennyire én. Illetve igazából csak másokkal. Na, szóval igazából ennyi lettem volna erre a hétre, úgyhogy igazából örülök, hogy itt voltatok, és megnéztétek. Sziasztok!